Na, sziasztok! Ha nem egyszerű mostanában az életem, az a helyzet! Itt van a Niki. És istenesen nem hagy békébe, hagyjátok, halljátok. Egyszerűen nem hagy békébe. Tegnap videóztunk. Ő neki kellett volna felvenni a videót. Az egész ellen baszva. Az egész felvétel. Vágásnál vettem észre, hogy az egész egy nagy szar. Úgyhogy majd később megmutatom, hogy tegnap mit csináltunk. Máma mit csináltam. Na. Szóval, bekeverve a cucc. Az idén úgy csinálom, hogy mivel később kezdem a vetést, így más a keverési arányok. Még egyből egy kis guános földbe rakom a magokat, mivel nem lesznek nagyon átültetgetve. És már március vége van, ugye? Tehát be kell indulni. No, kihozhattam volna akár szemeket is, hogy lássam, hogy mit csinálok, mi? Mivel kezdjünk? Kezdjünk paradicsommal vagy paprikával? Kezdjünk paprikával. Szóval, Kurtoszka kápia. Szerbiából kaptam a magot. Itt az eredeti csomag. Kolásra, hogy elnézem. Csinálunk egy párat belőle, jó? Mert több fajta paprikát fogok csinálni. Így, nem is tudom, hányasával csináljuk. Négyesével? Ja. Helyem legyen majd kiültetni. Na most salátával is túlzásba vittem, mert azokból se volt elég helyem kiültetni. Úgyhogy kápiát amúgy nem szoktam csinálni, mert hát nem tudom, nem az én izém, nem az én kedvencem. De mivel annyira dicsérte a pálkára, hogy ezt a magot, meg ő is küldte, ezért kipróbálásra kerül. Aztán lehet, hogy csak én nem találkoztam még azzal a kápiával, ami igazán jó volt. Na, első adag kápia. Kurtoszkaja. Pálkáról, mit jelent a kurtoszkaja? Áruljátok el nekem, kommentbe, mi az a kurtoszkaja? Na, első adag. Nem tudom, a Nikinek ott a komputerem, be van kapcsolva, játszom, de hagyjon engem békébe. Most hagyjon békébe.
következő négy. Olyan nagy átalakítások alatt van a kert, ezért nem igazán tudni, hogy paprika superior line régi hát az, hogy régi, az kész, többit nem bírom elolvasni. De ez is erős növésű, ez is kápia fajta. Nem tudom, ez, hogy van ez a kápia fajta, ami piros, az kápia? Mert tudom, hogy nekem volt egy ilyen, hogy hívják, olasz paprikám, ami nagyon jó fajta volt, és mindig mindenki lekápiázta. Minden, ami piros, az kápia. Na, eljöttök egy kicsit tetejére. Akkor ez lesz a superior káposzta. Szupi. Ez is megvan. Nem használtam eddig soha perlitet a vetéshez, most látjátok, most használom, de igazság szerint nem is erre vettem, csak gondoltam, ha már vettem, akkor majd használom ezt is. Igazság szerint azért vettem perlitet, hogy a földbe keverem bele, mert azt olvastam róla, hogy a perlit lazítja az én földemet. Ezt a tetvet, ami itt van. Na, sütnivaló ajvár paprika. Zömök. Először azt olvastam, hogy 25 mök. Mondom, mi a rák az a 25 mök? Ó, hát ez hullik kifele. Ma oda bent is láttam, hogy valamelyik hullik. Ez az, ami hullik. Ez a hullós. Rossz a csomagolása, hullik belőle, ki van szakadva. Nem jók ezek az acskók ám. Az ember, vásároljatok inkább izéket, ilyen annyira filéreket lehet kapni azokat a kis műanyag izéket. Szarért, húgyért adják, tényleg forintos dolgok. Sokkal jobb, nem hagyja az ember a filézét, magcsomagot. Belerakom valamiben, mert biztos, hogy kibomlik. Nem marad belőle semmi. Nem jó ez így. Várjál, nem is így csinálom. Hová tegyem? Ebbe belerakjam? Oké. Ezek voltak a ajvár paprika, ugye? Zömök ajvár. Már kíváncsi leszek rá. Ajvár paprika, zömök. De azt, hogy zömök, azt majd csak a videóból tudjuk, mert azt nem értem rá, hogy zömök. Na, tú. Egyelőre még, tudjátok, ami jobban szereti a meleget, azt még nem vetjük el, csak azt, ami már fontos. Én eddig nem kapkodtam el a dolgokat. Van itt egy guava is, amit el kell vetni. Kiválogattam a paradicsomokat, amiket elvetek az idén. Szóval van benne, hát egy az enyém, a többi mind kapott mag. Szóval az egyetlen az Latava, ami az én megszokott paradicsomom. Ananász paradicsom saját kaptam ajándékba. Várjunk, csak itt van még egy paprika, a malaga spanyol.
ezt még meg kell csinálni. Először aztán lesz spencer, yellow plume, fogas, nem, a fogas kettő saját van akkor. Shot, lugas, ez marha magasan jövő, gigant, belgium, szóval ezek lesznek elvetve. Még ebből a izéből, ebből a malagából is csinálok négyet. Ebből a paprikából, egy pár paprika már lett elvetve, de ez a malagát ezt nem találtam meg a neten. Nemrég kaptam a magját Kultis Lacitól, de nem találtam meg a neten, hogy miféle fajta. Itt a szezon lehet dolgozni agyba főbe. Aztán itt van a izé, a Niki, a kis barátom, aki most már nem is ennyire kedves, mert izé, ez is csak állandóan játszik, ez is most már el van izélve. Állandóan csak a izé kompjúter, és érdekli már semmi más. Sajnos ez ilyen, így működik előbb-utóbb, mindegyik ilyen lesz. Na, itt a izé, paprika, ezt mindjárt elpakolom ezeket innen, aztán jön a paradicsom, jó? Azért szoktam négyesével csinálni, mert 8 fél rá egy lapra, és akkor így tökéletes két fajtát rá lehet rakni egyre. Várjunk, hány van? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fajta. 7-ből mindegyikből csinálok 2-t, akkor is bőven elég, és a fogasból csinálok többet. Nem szoktam túl sok, nem szoktam százával csinálni a paradicsomokat, mert felesleges. Szóval én csak egy fajtát főzök be, és így is állandóan túl sok paradicsom van. Teljesen felesleges többet csinálni. Na, ananász. Nagy. Szerintem ilyen nem volt nekem már. Hogy a francban ez ide becsomagolva? Így le van ragasztva. Húha. Nem azért. Ez se a legjobb megoldás. Becsomagolni a magokat. Ez sem a legjobb megoldás, azt kell mondanom. No, a legjobb megoldás az a pici izé. Ez tényleg pici zsákba az ember beleteszi, kinyitja, bezárja, nincs vele gond. És ha nem ragad vissza, akkor beszopok. Ma ezért mondom, hogy az embernek sokkal jobb, ha egy fajtát használ. Ananász paradicsom. Amúgy barjú. Amúgy voltam a komposztornál, nem sokat mutattam belőle, szóval voltam a komposztornál, hoztam 20 zsák komposztot, meg 4 zsák ilyen ezért ilyen másfajta, ez is ugyanaz, csak ez a második adag, szóval az, amit nem árulnak, olyat is hoztam. Ki le akarom tesztelni, hogy mi a különbség, bár szerintem ugyanolyan jó az is.
mert a Senior ilyen chef, az öreg, ő ezt használja mindenre. Yellow plum. Az öreg azt használja mindenre, abba vet. Azt mondta, hogy ezért nincsenek nagy ezért benne különbségek. Szerintem csak azért a különbség, a nagyság, amivel a gép úgy rostálja le. Szóval a rostálásban a második nagyságot is hoztam el, ezt nem árulják. Minden mondtam, az öreg azt használja, bár nem túl öreg ő se. Na, hello! Hello, barátom, hello! Na, lesz-e neked? Hú, de jó lesz, nem bírom visszarakni. Minden tele van maggal, jaj, de jó! Ilyen ez. Lekeveredjen bele, ha lehetséges, máshova a mag. Itt is egy. Oké. Ezeket megnéztem, szóval amit kihoztam, azokat megnéztem, hogy mi micsoda. A paradicsomagból úgy választottam ki, hogy melyik legyen. Ez az ízét nem tudom kiválasztani, de úgy kábéra, hogy mégis micsodát, mi az, amit vetek, ki lett, el lett választva. Szóval voltam a komposztornál megint, hoztunk földet, én is, meg másnak is hoztunk el földet. Meg ezért hoztunk bambuszt, sot, lugas, nagyon magas, ja, erre vigyázni kell. Ez tényleg marha magas, szóval ezen azon gondolkozok, hogy ezt elfuttatom a francba oldalra, mert erről láttam olyan képet, hogy ezt ezért létráról születelték, szóval ez nagyon elmegy. Így azért gondolkoztam rajta, hogy elfuttatom oldalra. És akkor nincs gond vele. Aztán tegnap előtt voltunk in Dénerbe. Természetesen ott is bevásároltam, vettem, nem is tudom hány fát, négy fát, meg három kivit, egy ilyen érdekes növényt, majd megmutatom mindjárt, aztán hát ezért ilyen csigaírtót, meg citrus tápot, akkor húszóföldi epret, mit vettem még? Pár palántát, nem túl sokat. Giant Belgium, ez hasonlít nagyon a fogasra, ez a Giant Belgium. Szóval a fákból mit vettem? Vettem egyszer vérkörtét, aztán japán vérszilvát, ezt tudjátok, volt nekem már kint osztrákban, én nagyon szeretem. Nagyon egészséges egy gyümölcs. Mi ez? Giant Belgium. Mit vettem még? Almát, egy olyan almát, ami kettő van rá rakva, ráoltva. Ezt majd megmutatom. Mi a francot vettem? Még három fát ültettünk ide el. Ja nem, az egyiket nem vettem, hanem kaptam.
Ja igen, mert múltkorában adtam valakinek ezért borbogyót ajándékba, és akkor hozott nekem ajándékba ezért cukorkörtét. Ja, meg ezért hozott még ajándékba, cukorkörtét hozott, egy citromot, vadcitromot, meg hogy hívják ott? Wubajcit. Most megint nem jött eszembe a neve a Wubajcinak. Mindegy, Wubajci. Ezt a japán ezért, ezt a sok, sok ízűt, bogyót. Nem is japán, kínai. Ilyen ezért Kínában használják, ezért orvoslásra. Azt hozta még nekem. Meg vérkörte oltóveszőket. Na, itt a gigant, nem először a spencert csináljuk meg. Sok lesz ez. Most tényleg nagyon kiválogattam, mert hát rengeteg magot kaptam ajándékba, ilyen izéket, paradicsom magokat. Már sokat elajándékoztam belőle. És hát úgy voltam vele, hogy azért kipróbálom legalább a izét, legalább a egy részét, az érdekességet, mert szóval mindet nem lehet. A Jani kertje adta nekem, Jani kertje csatorna, onnan kaptam rengeteg magot, de hát nem mert mindet, olyan nincs, mindet nem lehet elvetni, szóval nála rengeteg van, mert tudjátok, voltam nálam kert, nála kert látogattam, nála rengeteg paradicsom van, de itt nekem nincs. Nincs rá keresletem, ez volt a Spencer. Nem fogyasztunk annyi paradicsomot, hogy ezért, hogy ennél többet elvessek. Zlata az kell, zlata az mindig kell. Ezért muszáj voltam venni zlatát, mivel megették azok a tetves egerek a magokat. Na, kell újat bekevernem, nem lesz elég. Na, izé, cucc. Na, nézd meg, nem lesz, nem elég a cucc. Kell újat bekeverni. A zlatát nagyon szeretem, egy nagyon finom paradicsom. Szóval ez tényleg egy imádnivaló. Most már évek óta van, ezt a paradicsomot még osztrákba fedeztem fel. Egyszer megrendeltem, vagy kaptam. Ezért megrendeltem magokat, és kaptam ezt ajándékot, nem is tudom. De nem, szerintem minden rendeltem, ugyanígy az étől rendeltem, ugyanettől az Amen Fritzétől rendeltem a magot. Az Latának, és nagyon jó. Tényleg egy isteni finom egy paradicsom. Na, keverek be még egy kis földet. Meg elpakolom. Hát van még a fogas. Fogasból csinálok 8-et, mert az nekem a főbe főzöm. Meg van itten guava mag. Meg elrakom ezeket innen. Fogas, paradicsom, 2, 4, 5, ebből 8 kell. 6, 7, 8. Kettő, 4, 6, 8, jó van. Megvan a fogasból a 8 darab. Figyeljetek, ez a fő paradicsom, amit én befőzök. Bár van ott a másikból is olyan, ami befőző lesz. Mindegy, meg sem a 8-at, mert ki tudja, lehet valamiért nem kell ki, 1-2, az kész.
Így nő. Szépen bele a 8 darabot. Lehet, hogy hát, ha valaki... Lehet, hogy nem kell csak 6, nem tudom, sok van. Még az a helyzet, hogy mondottam, átalakítom egy kicsit a kertet, meg lehet, hogy a paradicsomok ott maradnak, ahol tavaly voltak, mivel azt olvastam, hogy a paradicsomnak nem számít. Ha nem kapott el betegséget, a kajak nem számít neki, hogy ezért, hogy ugyanarra a helyre van rakva minden évben. Én meg tudjátok, amúgy se csinálok vetésforgót, mivel én trágyázok. Jó van, elbasztom. Elbasztam! Érdekes volt nekem, hogy ezek a magok túl nagyok. Hát ez nem a paradicsom, ez a guvava. 8 darab guvavát vetettem. Elvetettem 8 darab guvavát. Ekkora szopás. Gondoltam, túl nagy a mag. Nem baj. Guava. Ez se kellem. Nem kell 8 darab guava. Nem baj, majd eladjuk, jó? Ki kellnek kisorsolom a izék között. Támogatók között. Felesleget. Sajt. Kibasztam magammal, nem majd hozok 8 másikat. Nem ilyenbe, akartam én a guavát, csak nem ilyenbe. 2, 4, 6. Csak 2, 4, 6, 8. Már oda is vihetném, nem? De nem akartam 8 darabot, és nem külön. Nem ilyenekbe akartam csinálni a guavát. Na mindegy, ez most ilyen lett. Ilyen lett. Külön kéne rakni most őket, mi? Kéne nekem egy ilyen ezért. Várjál már. Nem nagy, azaz. Guavát. Felrakom a felső polcra, mert melegebb van, és ennek lehet jobban fog tetszeni. A kicsi melegebb időt kap. Jaj, nem tudom, mert ott a lámpa, jaj, de jó. Itt a kamera, ott a lámpa, mindent meglökök. Na, jó van. És ha legyen a fogas tényleg. Utána meg megmutatom, hogy mi szépeket vásároltam. Új növényeket, fákat, mit hová tettem. Kiviből sikerült szereznem ezért, és vennem aranykivit, azt már régóta akartam, az aranykivit. Most pont volt dinnerbe. Oké, na, gyerünk, fogas. Köszönöm szépen a... Gabinak, hogy a elbaszódott magjaim helyett küldött nekem új fogasmagot. Ezért jó, amikor az ember szétküld magokat minden irányba, aztán amikor valamilyen csőd bejön, mint most nekem,
akkor mindig lehet valakitől kérni, mert ezeket a magokat még én adtam neki évekkel ezelőtt az első fogas magokat, és most vissza tudod belőle küldeni, de többen is jelentkeztek, hogy ezért, hogy tudnának nekem visszaküldeni, úgyhogy köszönöm szépen a felajánlóságokat is. Gabi volt a leggyorsabb. Lehet, ő nézte meg elsőnek a videót. Szóval... Ezért jó ez a ilyen csatorna. Ennyi értelme legalább van a YouTube-nak. Ennyi értelme legalább van. Na, most van nekem is elég foglas magam. Szórok ki egy kis ezért is. Már még egy kis csigaölőt, mert a rohadás csigák már lerágták a izémet, két növényemet. No, megvan a paradicsom paprika. Szóval, érdekesség, amit vettem, ezt úgy hívják, hogy Lucky Berry. Egy olyan fajta álfonya, ami 4 hónapon keresztül terem. Egy kicsikét másképp néz ki, mint a normális álfonya. Majd kíváncsi leszünk rá, hogy megszaporodtunk. Oké, na, értek, megmutatom, hogy mik történtek. Ki lettek osztva vizes hordók, fel van engedve vízzel, esővízzel. Onnan átszippantottam, mert itt volt 2 nap alatt elég eső. Kelnek kifel a virágok. Virágot kaptam ajándékba. Ezek a vadoncok még itt vannak. Még nem tudtam őket kiültetni. Mindjárt mutatom, nézzétek. Tele van virággal. De mind a 3 az is. Hol a már? Itt mi van? Ez is. Nasik. Nasik tele lesznek virágokkal. Rengeteg virág. Na, itt van a vérszilva, aztán a vérkörte, és itt van ez a cukorkörte, amit kaptam ajándékba, egy ilyen alföldi cukorkörte. Aztán már mutattam nektek, vagyis a csoportban megosztottam Facebookon, hogy virágzik a vérkajszim. De mint az állat. Be van indulva. Hát, hogy lesz-e rajta termés, azt még nem tudjuk, de virágzik, és nem fagyott meg eddig. Reméljük, most már nem is fog. No. Ez is az egyik fele a dolgoknak, történéseknek. Ja, virágzik a cserkonk is. Amit ezt is 2 éve vettem a Dénerből, és virágzik ő is. Egy-két kóstoló szemecske lesz. Lesz egy kis szemecske belőle. Ez a 2 fajta cserkó, ez nem virágzik. Még. Talán majd fog. Na, itt a izé. Itt a következő. Hát rengeteg virág lesz rajta. Oké. Mindjárt megmutatom, hogy mit bűvészkedtem így a kertbe. Én mondottam, látjátok ott, ja igen, ezt is hoztam a komposztortól. Még meg kell csinálni neki a megemelést, hogy meg legyen emelve. Már régóta fájt rá fogom. Na, itt a víz. Mondottam, 3 helyre ki van osztva víz. Ilyen edényekben onnan lehet locsolni. Oké. Aztán ültettem ám egy rakás virágot, amit hoztam magammal pápáról. De most a virágok helyett, ami más mutatok először is.
aztán majd a virágokat is. Na, kiültettem ide egy rakás salátát, mivel hát valahová el kell ültetni. Itt van a kis megyfácskám, feketicsi megy. Itt az almafa. Mint mondottam, kettő fajta alma van rajta. Gold Parméne és Alkméne. Ez a két fajta alma van rajta. Hát, tudjátok, ez olyan, hogy majd oltok rá még kettőt. Na, figyeljetek! Ho-ho, hát mi van itt, he? Ho-ho-ho, változott a környék. Na, álljatok, innen kell filmezni, mi ott a nap mögöttem. Szóval, saláták, karalábé. Ezek pedig folyton termő, folyton termő, folyton termő, folyton termő. Futó. A legelső pedig egy ilyen lilavirágú eprecske. Na. Szóval a futók ilyen tudjátok, ilyen fölfele szokták futtatni, és a Facebookon 600 ezerekért árulják. Na hát én megkaptam 3 euróért darabját, úgyhogy megvásároltam, remélem, hogy szépen lecsünk úgy, hogy kell. Szóval ez volt az egyik változás, aztán itt van kivihárvád, oda van ültetve alá, lány. Ugye? Itt egy atlasz, fiú, oda van ültetve. És itt van a goldene, a goldi, Golden a kiwi, ott van lent. Na, ja, igen. És nézzétek csak, itt van a buvajci, amit kaptam ajándékba, és ezeknek az elültetése nem sikeredett, mivel a kölyök nem tudott rendesen videózni. És ha ő akart videózni, rábíztam, de nem lett jó. Na, szóval, tök jól állunk. Ja igen, arra fele nem ültettem semmit, vágni kell a füvet, mint az állat egyfolytában. Ezt a kedves feleségem kapta ajándékba, nagyon cuki kis dolog. Na, ja ebből a csöves megoldásból úgy akarom, ez a lánc sokkal hosszabb, össze van kötözve elég rendesen. Jaj, nem látjátok, szembe vagyok a fénye. Szóval majd le lesz engedve, lejön ide még egy cső. Szóval azt úgy lett kitervezve, hogy hozok még egy ilyen csövet, és akkor meg lesz csinálva. Na, nézzük, mi történik itt. Mi nem történik. A szaporulás. Talán lesz valami. Na, hát valamelyik a rózsából megerett. Így nem tudjuk, hogy vannak-e rajta valami gyökérzet, vagy nincs. Na, viszont a josták nagyon jól néznek ki. A josták úgy látom, hogy lesz belőlük valami. Aztán ezeket, hát ezekből még mindig nem látni semmit. Hogy megerednek, nem erednek meg. Bár, látjátok aztat? Mekkora fog rácomolni. Látjátok? Piroslik. Jaj, comolja vissza. Ott van, tessék, piroslik. Lehet, hogy lesz belőle valami. Gránátalma, szaporulatom. Na, hoztam aztán ilyen virágot egyszer. Ezt a virágot. Ilyen nagyon szapora ibolyát. Még egy virágot hoztam. De azt hiszem, múltkor ezt mutattam nektek, hogy mindenféle jófajta virágot hoztam. Ja, azt hiszem, mutattam én ezt már nektek. Hoztam a virágokat. Na, gyönyörű lesz. Elvágtam végre ezt a szutykot itt. Majd
Most már tényleg hozni kell egy hálót megcsinálni. Ja igen, és akkor hups. És akkor kedves nézőm kérte, hogy adjak neki borbogyót. Akkor még borbogyót kell majd kiásni, és elküldeni a gazdájának, az új gazdájának. Azt nem tudom, mindjárt megnézem, hogy hol vannak csomagoló papírok, és akkor ezt megcsinálom. Na, te kedves néző, látod? Itt a Logán. Szóval Logán az van nekem is, és nem is, nem tellene már sokáig, hogy ez is le lesz szaporítva. Szerintem előbb-utóbb Logán Berry. Ez meg a himbér-borombér. Ezt még nem tudtam megkóstolni. Hát talán az idén itt vannak új hajtásai. Ott is ott az hajtás. Talán az idén majd jó lesz. Na, szóval az egyszer. Szóval így nézünk ki. Azért banánt kikapartam egy kicsit, hogy kapjon levegőt. Szóval ilyen a kert most. Haza. És én leülök ide, akkor van egy ilyen kilátásom. Majd lesz ez jobb, és még jobb az a kilátás. Készen lesz, hogyha elkezdenek nőni, meg minden, ó, jó lesz ez nagyon. Mondottam, jön még egy ilyen cső. Tudjátok, mi a legrosszabb ebbe a csöves megoldásba? Kifúrni. Vettem egy fúrót. Megcsináltam azt a pár izét, és már mosszar. Na, szóval így állok. Így állok egyenlőre. Más nagyon nincs mutogatnivaló. Ja, én megbeszéltem a szomszéddal, hogy meg trágyáért. Szerintem holnap lesz trágya hozás. Nagyon nagy esők voltak. Ez nem tetszett, ez a feszítés. Ráfeszítettem még egyszer. Húha! Azon gondolkozok, kéne itt még az éget hozni ki. Kihúzni még egy pár darab, vagy lerakni még egy pár oszlopot. Ezt se csináltam tovább. Szóval megcsináltam ezt a feszítést itt, a hosszába. Aztán nem csináltam tovább, de hát ezt meg tudom csinálni bármikor. Bármikor is. Már kezd zöldelni a kivi. Némelyik nagyon beződült már. Az éjszaka pedig fagyott, de nem. Egyetlen egy helyen láttam fagyás nyomot az éjszakából. Álljunk csak, nézzük. Még nem zöldel, de nézzétek, de zöldel, itt jön a zöldelés már. Na, szóval itt volt a víz a tetején, és akkor ez be volt fagyva. De más nem fagyott be, csak ez. Jó van. Na, csak a hőmérsékletem tegnap éjszaka 5,8 fok volt. Tehát még nem rohad ránk a izé. Nagyon, nagyon meleg. Nem is keltek ki eddig. Szóval a káposztafélék keltek ki. Inkább. A Lolo Blondó saláta kelt ki, akkor ilyesmik, de itt is vannak paprikák, és a paprikákból nem kelt ki senki még eddig, szóval még nincs gatyarohasztó meleg. Viszont citromom az nem sokára érik, ezt a fajta citromtápot adtam neki, nagyon szereti, imádják, nagyon jól érzik tőle magukat. Ezt a három szemet, hogyha négy szem van most ezen az ágon, ha ezek beértek, én meg fogom metszeni itten, hogy
menjen fölfele a francba, ne ilyen oldalhajtásokba jöjjön, mert látjátok, négy szemet hozott oldalhajtáson, és húzza, mint a nyavaja lefele. De most már sárgó szép lassan. Fincsi lesz. Valahol láttam rajta virágot is már. Ja, ott van virág kezdeményezés. Na, jó van. Majd látjuk. Jaj, citrom, azt hittem már, hogy ezt terem. Nézed, na ott is egy. Aha, nem tudta kinevelni. Ott is jön egy bimbócska. Jaj, de jó. Na. Jó van, elköszönök tőletek, jó? Legyen szép napotok. Kertészkedjetek sokat.